bábszaluna úgy készül, a lébe csak fokhagyma, egy tetőzött tányér fokhagyma. Azt teszem bele langyos vízbe, amikor itt elkezdik a fiúk besózni, akkor előbb bepocsolják az alját ebben a lével, egy oldalt beleraktak ebbe a bepocsolt sózóba, azt jól meg, sót is szórnak alá, jól megsózzák, utána jön a második rá, azt ugyanúgy csinálják, és mindig a lével pocsolják, besózzák körös körül. Tehát jól álljon rajta a só, ne csak a só legyen rajta, hanem a lé is. És amikor egy hét után megforgatjuk a szalonát, ami most először alul volt, azt tesszük felülre, és ami felül volt, az megy alulra, tehát hogy mindig jól benne álljon a léde. És minden nap megpocsoljuk.